Április 1-től beadható kitörési pont a gazdáknak. Méltó emlékezés, zsidó áldozatok emléktáblája. Az év praxisa ismét orvosházi orvos a finisben. Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket a legfrissebb orvosházi hírekkel itt a Városi Televízió műsorán. Lássuk a részleteket. Hétvégén kezdődik a nyári időszámítás, ami október utolsó vasárnapjáig tart. Március 28-áról 29-ére virradó éjjel kell átállítani az órákat, hajnali 2 óráról 3-ra, vagyis 1 órával kevesebbet alszunk. Szervezetünk 1-2 hét alatt alkalmazkodik az új időszámításhoz, viszont az átállás okozhat némi kellemetlenséget. Magyarországon 1980-tól alkalmazzák az óraátállítást az energiamegtakarítás érdekében. A nyári időszámítás minden év március utolsó vasárnapján kezdődik és október utolsó vasárnapjáig tart. Folyamatosan vita zajlik arról, hasznos-e az óraátállítás. A támogatói szerint előny, hogy délután tovább van világos, energiát takarítunk meg, az ellenzők szerint a megtakarítás nem jelentős és egészségre, közérzetre rövid távon hátrányosan hat. Eddig tudományosan nem bizonyították, hogy az óraátállításnak hosszú távú egészségkárosító hatása lenne, rövid távon azonban okozhat kellemetlenségeket. Egészségügyi problémák főleg a nyári időszámításra való átálláskor lépnek fel. Amíg a belső és a külső óra nem kerül összhangba, a következő tünetek léphetnek fel, mint például alvászavar, fáradtság, a koncentráló képesség csökkenése, ingerültség, étványtalanság, emésztési problémák. Általában 1-2 hét alatt alkalmazkodunk az új időszámításhoz. Agrártámogatások egységes kérelem, zöldítés tájékoztatót tartott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara orvosházán. Március 24-én a Városháza nagy termében a legfőbb információkat ismerhették meg az orvosházi és környékbeli termelők. Április 1-jével megkezdődik az egységes terület alapú kérelmek benyújtása. Mintegy 100 mezőgazdasági termelő kapott hasznos információkat kedden a Városháza nagy termében. Az áprilistól induló mezőőri szolgálatról, majd a támogatások igénybevételéhez szükséges egységes kérelem benyújtásáról volt szó. Napirendre kerültek az ellenőrzési és kérelemkezelési tapasztalatok és finanszírozási lehetőségek is. Április 1-jével megújult formában és feltételrendszerrel megkezdődik az egységes területalapú kérelmek benyújtása. Április 1-én valamennyi gazda, illetve gazdálkodónak nagy munka, nagy olyan kitörési pontja lesz a gazdálkodás életben, ez nevezetesen az egységes kérelem, amit a köznyelv földalapú támogatás igénybejelentésnek hív. Ebben szeretnénk a tagjainknak, a gazdálkodóknak olyan segítő közreműködést biztosítani, aminek alapján 100%-os biztonsággal teljes terjedelemben le tudják hívni ezt a bizonyos földalapú támogatást. Az egységes kérelmekben, ahogy eddig is, egyaránt szerepelnek majd a közvetlen kifizetésekhez és az agrárvidékfejlesztéshez kapcsolódó jogcímek. 2014. január 1-től egy egységes gazda támogató szolgálatot működtetünk. A kormányhivatal, illetőleg a korábbi jogelőd agrárkamara tanácsadóit a jogalkotó által összegyúrtuk, és 49 falugazdász kollega kezdte el a szolgálatot, és minden egyes településen, minden egyes járási székhelyen megerősített szolgálatot fogunk ebben az időszakban ellátni. Egy jó hónapos, másfél hónapos kampány jellegű dologra készülünk, hosszított nyitvatartással és a megerősített szolgálatból kifolyó minden informatikai támogatással. A szakértők felhívják a figyelmet, a gazdálkodóknak érdemes már most felkészülni és időpontot egyeztetni a falugazdászokkal, mert várhatóan sokkal több kérelem érkezik, mint az elmúlt évben. Az első és második világháború zsidó áldozatainak emlékét őrzik a Művészetek Házán elhelyezett emléktáblák. Holokauszt megemlékezést tartott a város március 23-án. Az egykori zsinagóga falán 3 tábla őrzi egy közösség emlékét, amelynek itt csak múltja van, a méltó emlékezés pedig a jelen feladata. Összegezhetjük az elhangzott beszédek üzenetét. A szónokok felidézték a zsidóüldözés orvosházi eseményeit, vonatkozásait, ugyanakkor a szélsőjobboldali erők térnyerése miatti aggódásuknak is hangot adtak. Dr. Markovics Zsolt, a szegedi zsidó hitközség főrabbija kiemelte, az elhurcoltaknak egy bűnük volt, hogy zsidónak születtek. Nem volt bűnük. Nem voltak köztörvényes bűnözők, sőt,
orvosok, tanárok, művészek, az életet szerető emberek voltak. Egyetlen hibájuk volt, amiért a táblán vannak, hogy zsidónak születtek. Emlékeztetett a Dér család fatelepén felállított egykori gettó első halálos áldozatára, egy kisgyerekre, akivel kapcsolatban feltette a kérdést, vajon Isten ajándéka volt-e számára, hogy idézőjelben megmenekült attól, amitől majd 1 millió gyermek nem Auschwitz gázkamráiban. Minket, zsidókat már többé nem lehet megfélemlíteni. Mi már kiféltük magunkat, több generációra előre. Mi nem fogadjuk el többé az embertelen parancsokat. Nem fogadjuk el az önkényeskedőket, erőszaktevőket, fekete egyenruhásokat. A megemlékező beszédek után koszorúzással zárult az esemény a Művészetek házánál. A délután folyamán az egyházi méltóságok látogatást tettek az orosházi izraelita temetőben, amelynek rendezettségéről elismerően szóltak. Mint ismert, rendbe tették az izraelita temetőt a közelmúltban, és pályázati forrásból megújult a temetőben található 1927-ben állított első világháborús emlékmű is. Az első világháborúban mintegy 180 zsidó katona vett részt az orosházi járás községeiből, közülük 21 orosházi és 4 tótkomlósi halt hősi halált. A II. Világháború orosházi zsidó áldozatainak emlékét holokauszt emlékfal őrzi a temetőben. Az állagmegóvás bruttó 700 ezer forintos önkormányzati forrásból valósult meg az elmúlt hetekben. Szintén önkormányzati forrásból 580 ezer forintból készült el annak a 3 márvány emléktáblának a kópiája, amelyek a temető ravatalozójában találhatók. Ezeket helyezték el a Művészetek házánál. Csökken az influenza aktivitás orosházán, de a megbetegedések száma még a járvány küszöb felettinek mondható. Leginkább a 15 és 59 év közötti korosztály érintett, összefüggő, közösségeket érintő helyi járvány nem volt. Orosházán a 4. héttől emelkedett az influenza aktivitás, és a 8, illetve a 9. héten érte el a legmagasabb szintet, azóta folyamatosan csökken. A 9. héten az influenza figyelő szolgálatba bevont orvosi körzetekben a betegforgalom 3140 fő volt. Influenza-szerű tünetekkel 95 beteg kereste fel orvosát. Az elmúlt héten 2994 fős betegforgalom mellett 11 influenza-szerű tünet volt. A 9. héthez viszonyítva az influenza-szerű tünetekkel orvoshoz fordulók száma 88%-kal csökkent, és leginkább a 15 és 59 év közötti korosztályt érintette. A megbetegedések szorványosak voltak, összefüggő, közösséget érintő helyi járvány nem volt. 4 kérdésben kíván népszavazást elérni a Jobbik Magyarországért mozgalom. A párt aktivistái Orosházán is megkezdték az aláírásgyűjtést. Orosházán kedden délután a Spár áruház előtt kezdték meg az aláírások gyűjtését a Jobbik aktivistái. 4 fő téma az, amihez támogatókat keres a párt. A férfiak is nyugdíjba mehessenek 40 év munkaviszony után, mindenkinél legyen alapszintű ingyenes internet, Magyarország maradjon ki a háborús konfliktusokból, és szorítsák vissza a bevándorlást. A Jobbik igenis képvisel olyan érdekeket, amelyre végre, mint ahogy a szlogen is szól, egy kicsit el tudunk rugaszkodni attól a közfelfogástól, hogy a mai ember nem tud beleszólni a politikába, nem tud beleszólni sorsának alakításába. Azt gondolom, hogy igenis itt a lehetőség és mód, és ezzel a móddal a mi célkitűzéseink között természetesen az szerepel, hogy nem csak ez a 4 kérdésnek a támogatottsága, és ezáltal esetlegesen a parlament elő akár törvénymódosítás tekintetében való letétele, hanem az is, hogy nyomást gyakorolhassunk arra a kormányra, amely álláspontom szerint nem igazán hallja meg az egyszerű emberek mindennapi problémáját. Az embereket május elejéig szólítják meg az utcákon, tereken, a választókerület összes településén. A bő egy hónapban mintegy 3000 aláírás szeretnének összegyűjteni. Március 30-áig szavazhatunk dr. Varga Sándor gyermekorvosra az év praxisa a Kárpát-medencében elnevezésű verseny keretében. Házi orvosként bekerült a legjobb 10 közé, online szavazatokkal segíthetjük akár az első helyre. Az Országos Alapellátási Intézet idén is meghirdette a házi orvosok versenyét. Célja az, hogy azok az orvosok elismerésben részesüljenek, akikről betegeik hálásan nyilatkoznak.
Idén a jelölés nem csak a betegek részéről érkezhetett. A páciensek mellett önkormányzatok, tiszti orvosi szolgálatok, civil szervezetek, kórházi osztályok, szakorvosok javaslatait is befogadta a kiíró. Így az orosházi kórház gyermekosztályának vezetőjét a Mezőhegyesi önkormányzat jelölte házi orvosként. Empátiáját, gyermekszeretetét, önzetlenségét emelik ki. A verseny internetes oldalán lehet szavazni dr. Varga Sándorra március 30-áig. A Víz világnapjához kötődően a Városi Könyvtár és Gyopárosfürdő játékot hirdetett gyermekeknek. Ezekben a hetekben a város oktatási intézményeiben kiemelten foglalkoznak a víz fontosságával. Többen csatlakoztak az úgynevezett Happy 7 programjaihoz, csak úgy, mint országszerte, mint egy 5000 iskola. A Székács iskolában pénteken délelőtt poharakkal sorakoztak a diákok, vizet kaptak, majd az udvaron kocintottak vele és egyszerre fogyasztották el. Egy egész hetes program zárásakor forgattunk. Csak úgy, mint a város több intézményében, a víz témájával foglalkoztak március 22-éhez, a Víz világnapjához kötődően. A Happy 7 egy mozaik szó, ezzel az elnevezéssel az Országos Élelmezés és Táplálkozás Tudományi Intézet dolgozta ki a fiatalok számára a magyarországi vízfogyasztást népszerűsítő modellprogramot. Ennek megvalósítását az Egészségügyi Világszervezet tette lehetővé. Fő célja az ásványvíz bevitel növelése és a cukros szénsavas üdítők fogyasztásának csökkentése. 440 iskolá mellé csatlakoztunk mi is, úgyhogy ezen a héten az iskolában vízbár üzemeltettünk, aminek az volt a lényege, hogy a diákok a szünetekben vizet ihattak, illetve az iskola büfében ezen a héten csak ásványvizet lehetett vásárolni. Emellett pedig a tanórákon is foglalkoztak a diákok a vízzel, mint témával, a vízivás fontosságával és szükségességével. Úgy gondoljuk, hogy ez fontos feladat, hogy kialakítsuk bennük a helyes folyadékfogyasztás igényét, illetve meg is szilárdítsuk ezeket a tulajdonságokat. Az iskolákban előadásokat, tematikus napokat tartottak, filmeket vetítettek, rajzversenyt hirdettek, élőképeket alkottak az élményszerű tanulás jegyében. Egyrészt a szakemberek minden fórumot kihasználnak arra, hogy a vízre, mint értékre felhívják a figyelmet, és a fiatal generációt ebben a szellemben neveljék. Másrészt az egészséges vízfogyasztás népszerűsítésével a túlzott cukorfogyasztás veszélyeire is figyelmeztetnek. Ezzel a gyermekek körében csökkenthető lehet a cukorbetegség kialakulásának veszélye is. Tűzjelzés leadása, tömlőszerelés, homokzsákpakolás, néhány feladat azok közül, amelyeket diákoknak kellett teljesíteni egy katasztrófavédelmi verseny keretében. Felmenőrendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny tartottak március 25-én. Az Orosházi és a Mezőkovácsházi járás általános és középiskolás diákjai adtak számot tudásukról. A tisza iskolások jól szerepeltek. A Tudáspark parkolója volt a verseny helyi fordulójának helyszíne, ahol a tanulók megmutathatták, hogyan boldogulnak akár váratlan helyzetekben. Alapvetően elmélet és gyakorlati feladatokra építettük fel ezt a mai versenyt. 35 kérdéses elméleti tudásról kellett számot adni, illetve a többi feladat az teljesen a gyakorlati, mindennapi életből jövő gyakorlati feladatokat próbáltunk összeszedni. Ebben volt árvízvédelmi feladat, volt eszközfelismerés, volt iparbiztonsági, tehát a katasztrófavédelmi szakterületet érintő gyakorlati feladatok voltak. Az árvízvédelmi feladat is elég nehéz volt, mert nagyon nehezek voltak a zsákok, de ezt is megoldottuk, szerintem elég jó. A gyakorlás során több csapat megfordulhatott a két település laktanyájában, ez is tájékozottságuk gyarapodását szolgálta. Természetesen az alapvető célja az, hogy az ifjúságot már most megkezdjük és elkezdjük felkészíteni arra a feladatra, amivel minden nap találkozhatnak, akár a családok, akár a mindennapi életben kerülhetnek ilyen helyzetbe, hogy tűzjelzést kell adni, illetve ilyen jellegű feladatban akár önkéntesen, akár majd későbbiekben hivatásosként részt venni. A verseny eredményeiről tájékozódhat az Orosz Kafén. Eddig a híradó részletes hírei, most lássuk az összefoglalót röviden. Április 1-től beadható kitörési pont a gazdáknak. Méltó emlékezés, zsidó áldozatok emléktáblája. Az év praxisa, ismét orosházi orvos a finishben. Kedves nézőink, eddig tartott a híradó pénteken este, itt a Városi Televízió műsorán. Ne feledjék, vasárnap egy órával kevesebbet alszunk, indul a nyári időszámítás. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!